Sziasztok! Itt vagyunk egy aktuális témával, és a vendégem dr. Novák András jogász, vadász, illetve hát jogász a szakmája, de nem mellesleg ugye vadászik, és mint vadász-jogász az interneten is megtaláljuk. Igen. És egy olyan aktuális témát dobott fel, ami, megmondom őszintén, hogy nagyon sok helyen megjelent, főleg az autósportálokon, viszont óriási nagy szórása van az információknak, és nem mindegyik információ helyes. Úgyhogy ezért vagyunk itt, hogy rendbe tegyük az 1996. évi 55-ös törvénynek, ugye ezt mi röviden úgy mondjuk, hogy vadászati törvény, ennek azt a passzusát, amely kicsit változtatott a vad és a gépjármű kapcsolatán, főleg amikor együtt vannak egy helyen. Ugye itt miről is van szó pontosan? Igen, köszönöm. Hát röviden arról van szó, hogy 2023. július 1-ével változott ez a jogszabály, az a hatályba lépése már, tehát mindenki figyeljen arra, hogy innentől már ez élesbe megy. Az a vaddal való, vagy vaddal történő találkozás a közúton, itt a jogalkotó azt találta megfelelőnek, hogy a közúton, és ez alól viszonylag kevés kivétel van, általában a közúton való vaddal történő ütközés kapcsán, baleset kapcsán a kár felelősséget, tehát a felelősségét vonta ki a vadászatra jogosulttól. Ez azt jelenti, hogy ha ütközöm egy vaddal a közúton, akkor innentől kezdve a vadásztársaság már nem vonható felelősségre. Tehát mert a vadászatra korábban, jogosult. Korábban ugye a vadászatra jogosult, aki az állami vaddal gazdálkodik egy adott vadászterületen. Igen. Ő viselte akkor is a kárt, hogyha nem is az ő tevékenységéből adódóan került ki a vad az útra. Ez nem ennyire egyszerű volt, viszont jó eséllyel lehetett peres eljárásban kárigénnyel a vadásztársasággal szemben fellépni, hiszen volt egy sor olyan szabály, amit ha a vadásztársaság, de csak egyet a vadászatra jogosult nem tartott be, akkor már alapos volt a neki felróhatóság bizonyítása. Tehát a kárban, az a négy elem közül a kárból ez biztosan megállt, és az összes többi kényelmesen bizonyítható volt, de mindig ez a nehéz, hogy kié a felelősség, a kárfelelősség. Ebben az esetben, hogy ez a jogszabály most módosult, elvették ezt a felelősséget. Tehát a jogalkotó egyértelműen azt mondta, hogy a vadászatra jogosultnál a közúton, és akkor itt tágértelemben, belterületen, külterületen, autópályán sehol nem lehet felelősségre vonni a vadászatra jogosultat. Ez a lényeg ennek a jogszabálynak. Ez nekünk, vadászoknak, ez jó. Az autósnak viszont akkor ez most rosszabb, mint a korábbi jogszabály, mert akkor lehetősége volt esetleg peres úton akár valamilyen kártérítést kérni a jogosultól, a vadászatra jogosultól, most viszont ugye egyáltalán nincs. Kérdés az, hogy ilyen esetben, amikor döntő többségében akkor az autós lesz a hibás, nem, de hogyha elütötte a vadat, akkor ő mit csináljon? Igen. Hova fordulhat, kihez fordulhat, kaphat-e bármilyen kártérítést, vagy most hogy néz ki a... Induljunk onnan, hogy megy az ember az úton, elé ugrik egy őz, elüti az őzet. Mi történik ilyenkor? Igen. Az eredeti kérdéshez visszatérve, hogy két felé szeretném bontani a kérdést. Az első fele az, hogy ki az, aki kárt okozott, ki a kárért a felelős. Ez egy bonyolultabb kérdés, erre röviden azt a választ tudjuk csak adni, hogy a vadásztársaság innentől kezdve kevés kivétellel, biztos, hogy nem. Van néhány kivétel, de főszabály szerint nem. Tehát ezt a részét itt tisztázzuk. A másik fele, amikor bekövetkezik ez a nem várt esemény, hogy egy vaddal történő találkozás van, ebben az esetben mit tegyen az autós? Először is a lehetőségekhez képest próbálja meg elkerülni nyilván a legkisebb károkozással ezt, hiszen ha látja, hogy az útszélén van, ha látja, hogy történik ez, nem volt kellő ideje felkészülni, de egy róka fut ki elé, vagy egy nyúl, vagy egy fácán száll fel az útszéléről, akkor a kisebbik rosszat érdemes választani, ezt fontos tisztáznunk. Tehát ebben az esetben azt hiszem, hogy az edukációnak és egyébként az autós iskolák is próbálják ezt oktatni, hogy a kisebbik rosszat válasz, ne ránsd el a kormány, ne menjél szembe a szembe lévő sávba, ne okozzál családi tragédiát, stb. Ez az egyik fele. De ha már ütközött, és ha már ott van, hogy ütközött, és ez a vad, ez nagy vad jószerével nagyobb kárt okozott neki, akkor mi a teendője?
álljon félre az úton, biztosítsa a környezetet, ez magára is igaz, ne nyúljon a vadhoz, ez egy nagyon fontos dolog, hozzá ne nyúljon a vadhoz. Nem csak azért, mert mi történik akkor, ha elmozdítottam helyéről, hanem lehet, hogy az a vad még él. Sebzett állapotban az még támadhat. Tehát a további veszélyhelyzet elkerülés érdekében ne nyúljon hozzá, meg se közelítse. Tegye azt, hívja föl a 112-t, jelentse be a káresemény pontos helyét, idejét, az, hogy történt-e személyiség, vagy nem történt személyisérés, ő elérhető ezen a telefonszámon, ha látja, hogy lemerül a telefonja, adjon meg egy másik telefonszámon, nagyon sokszor problémák ezek. Legyen beazonosítható a személy. Ha ezek megtörténtek, onnantól kezdve kötelessége megvárni az intézkedő rendőrt, és majd az intézkedő rendőr fogja elmondani, hogy az esemény kapcsán mi a további teendő, egyáltalán elhagyhatja-e a helyszínt. Ha nem történt személyi sérülés, ez is egy fontos kérdés, mert ilyenkor jellemzően az a hiedelem járja, hogy de nem jön ki a rendőr. Igenis, ragaszkodjunk a rendőr kijöveteléhez, mert a biztosító társaság sem fizet akkor, hogyha nem volt kellőképpen a külső szemlélő, vagy a hatóság által dokumentálva, és egyéb iránt meg a saját érdekünk is az, hogy ez később nehogy legyen egy olyan személyi sérülés, ami egyébként a rendőri intézkedés elmulasztása vagy annak következményeit ránk hárítják továbbra is. Ezek fontos dolgok. Tehát ez például mit jelent? Hogy elütötte a vadat, nem történt személyi sérülés, vagy úgy gondolja, hogy nem történt, és aztán két nap múlva mondjuk az utasa meghal, mert egy olyan ödéma keletkezett a fejében. Nem erre gondoltam, hanem ugye ott volt a vad az útszélén, amiről az előbb beszéltünk. Igen. De az a vad közben fölkelt, és aztán jött arra egy biciklista, teljesen mindegy, most ne kezdjünk el történeteket gyártani hozzá, de ebből okozott személyi sérülések lehetnek. Tehát nem csak a saját gépjárművenben utazó utastársak, és akkor ő neki volt egy felsérülése. Felsérülés esetén minden esetben a mentő az el fogja vinni kórházi megfigyelésre a beteget, az kötelező. De itt nem erről van szó, hanem ennél azért tágabb, és azért nem kezdünk el történeteket hozzágyártani, hogy ne az legyen, hogy ebből majd, de akkor kellett volna, és tudhattad volna, de ezt nem tetted meg. Tehát legyen az az egyszerű szabály, hogy vaddal történő találkozás, baleset van, hívjuk ki a 112-n keresztül az intézkedő hatóságot, és még csak azért sem fogom azt mondani, hogy rendőr vagy, a hatóságot. Tehát értesítettem a veszélyről, vagy a balesetről a 112 segélyhívón a diszpécsert. A diszpécser dolga, hogy eldöntse, hogy kit fog oda irányítani, kell-e oda rendőr, kell-e oda tűzoltó, kell-e oda mentő, és a többi. És ő fogja majd azt is eldönteni, hogy a hivatásos rendőr majd a hivatásos vadászt fogja értesíteni, vagy nem. Nyilván ezek helyi szinten dőlnek el. De ebben a kérdésben mostantól kezdve egyszerűsítsük le a szabályokat, ne keresgessük, hogy ki a hivatásos vadász, ne próbálkozzunk meg, még ha helyismeretünk van, akkor se. Megtörtént a baleset, hívjuk fel a 112-t, és várjunk a helyszínen, amíg ki nem érkezik a rendőr, ne hagyjuk el a helyszínt, ne tegyük be a csomagtartóba vadat, és ne menjünk haza vacsorázni vele, mert igen, az meg lopás. Igen, ugye ez a következő dolog, hogy sokszor előfordul az, így hallomásból az ember tudja, hogy elüti a vadat, megnézi az autót, az ember, nem történt akkor a probléma, viszont ott fekszik az őz, ha már ott van, akkor csomagtartó, hazaviszem, és ha már károm keletkezett, legalább eszek egy jót. De ugye itt jön a következő kérdés, hogy mi az, amit, mert most elmondtad, mi az, amit lehet, mi az, amit biztosan ne csináljunk. Hát ez biztosan ne, jogászként ilyenkor az a szép kifejezés jut eszembe, hogy horribile dictu, kimondani is szörnyű, mert hogy ilyet ne csináljunk, tehát az a vad, az nem a miénk, még akkor is, ha elejtettük a gépjárművünket. Tehát az a vad nem a miénk, az a vadászatra jogosulté, amikor meg él, akkor meg az állami. Tehát ebbe ne csináljunk olyat, ne tegyük el, pláne, hogyha ennek még szemtanúja is lesz, akkor ez további bűncselekményeket fog maga után. Ne tegyük el. Hagyjuk ott, és várjuk meg a kiérkező hatóságot. Pontosan ezért fontos az. Teljesen mindegy, hogy kinek felróható, vagy fel nem róható. Az a kisebbik rossz, hogyha ezért a kiérkező rendőr hivatás tudatából nekiáll még akkor különböző körülményeket vizsgálni, és úgy látja, hogy egyébként nekünk felróható, és ez egy közlekedési szabálysértés, és ennek a szabálysértési tétele ennyi és ennyi, higgyük el, hogy ez még mindig kevesebb, mint hogyha ebből később bármilyen nagyobb probléma van, abból, ha más nem nézek, csak azt, hogy ennek a jogi meghurcoltatása mennyi ideig fog tartani, sokkal rosszabb. Tehát higgyük el azt, hogy ennek ez a jó útja, ez a helyes útja.
Ami a témakörünknek egy olyan kérdése volt, amit már feltettél korábban, és engedd meg, hogy itt válaszoljak rá, az az, hogy és ezt a kérdéskört egyébként ki lesz majd a felelőse, már most is van felelőse, de azt gondoljuk jogászként is, és a vadásztársadalom is ebbe egybehangzó, hogy nem feltétlen biztos, hogy csak a felelősét kell ennek megkeresni a károkozásért, hanem azt a személyt, jogi személyről van szó, aki ezért a helytállási kötelezettségét teljesíti. Jelen állás szerint, általános szabály szerint azt tudjuk mondani, hogy a közút kezelője a felelős egy ilyen esetben, hiszen az ő felelőssége az 1988. évi első törvény 34. bekezdése szerint az, vagy szakasza szerint, bocsánat, az, hogy a közutat a biztonságos közlekedés, tehát a biztonságos közlekedésre alkalmasan tartsa. Ez alatt a vad is benne van. Ha a vad az úton van, akkor azt tudjuk, hogy az egy veszélyhelyzet, tehát nem tud biztonságos helyzetet teremteni. Alapvetően főszabályként azt lehet mondani, hogy erősebb joggal érvényesül mostantól kezdve ez a törvény, ez a paragrafus, ez a szakasz. Ha ebből indulunk ki, akkor jó eséllyel bízunk benne, hogy a jogalkotó ehhez próbál majd közelíteni, és erre próbál majd megoldásokat találni, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet innentől kezdve, és a károsultak, tehát az autó tulajdonosoknak, üzemben tartóknak a kárigényét kiszolgálni. Ezzel kapcsolatban lesznek újítások, nyilván, ha elolvassák a cikkeinket, akkor ebből tanulságot is vonhatnak le, vagy további ötletekre szívesen várjuk a javaslatokat. Így van. A szeptemberi lapszámban Andrásnak az írását mindenki elolvashatja, ezzel a témával foglalkozik, és most azt mondom, hogy hivatkozási alapnak is nagyon jó lehet ezekben az esetekben. Úgyhogy a mai adásba most ennyi fért bele, én úgy érzem, hogy azért sok mindent megválaszoltunk, vagy tisztába tettünk a kérdéssel kapcsolatban, de a szeptemberi Magyar Vadászlapban ezt el is olvashatjátok, illetve további olyan jogi dolgokat, ami magát ezt az egész kérdéskört tisztázza, és akkor nem születhetnek olyan vélemények, ami ugye az elmúlt hónapokban akár a vadászati oldalról, akár egyéb más civil oldalról megszülettek. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget. Jó volt, hogy végre letisztázva hallhattuk ezt a témakört, és bízom benne, hogy a jövőben is, ha már lesznek esetleg bírói gyakorlatok, akkor visszatérhetünk erre, és akkor már látni fogunk sok mindent, akár amit említettél az 1988-as törvénnyel kapcsolatban is. Igen. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Továbbra is nézzetek minket, hogyha van kérdésetek, akár Andráshoz a témával kapcsolatban, akár bármi mással kapcsolatban, akkor nyugodtan írjatok nekünk, szóljatok hozzá, várjuk a további ötleteket, és a jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok! Üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak!